Ábe nézők, folytassuk a háborunkat, amit most ebben a pillanatig nem tudok, hogy mi okozta a vesztünket, de valahogy most már ellenállást kell tanúsítani. Úgyhogy láttam, hogy ez a borászi hadsereg északnak vonul Rokkát felé. Úgyhogy valahol meg kell próbálnom útjukat állni. Ide jövök Darúba. És akkor meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. De vegyünk happiness-t. Aha, hova mentek? A baléba. Jó, ott fogjuk várni őket. Meggondolták magukat? De ez mi? Hol mentek? Scammozva mentek. Megvárom, amíg belakatolódnak. Most, akkor mondják én is. Aztán nem tudják visszacsinálni. Jó. Ezt megnyerik, ha minden igaz. Itt is van. Akkor gyerünk, foglaljuk vissza. Ami a miénk. Időjünk el délre. Micsoda? Már megint megcsalt valaki valamit? Korbácsolás neki. Így nem játszunk. Ajaj, egy újabb hadsereg vonul éjszakra. Ütközet lesz. De ezt is megnyerem, ha jól látom. Nem, ők voltak a borásziak, és akkor ők voltak a jehájak. Oké, értem. Ott is ütközet lesz? Ja, megpróbáltak elvonulni. És valaki megmurdált. Nincsen. Mi nincsen. Kutatóm nincsen. És elkaptam valakit. És hol látom, hogy... kik a fogjaim például. Marshall Advances. Megkapja ő, aztán örüljön. Karakterek között nincsen a fogoly. De arra akarok rájönni. Ezt hol látom olyan. De úgy látszik, ilyen képernyő nincsen. Na mindegy. Nem fogadom el, mert most már én állok nyerésre. Időkérdése és ide ér a hadsereg. Ez a szép nagy zsoldos csapat. Jó. Beállítjuk őket erőltetett menetre, és lehívjuk őket idáig. Hát igen, így egy kicsit gyorsabban haladnak. Mert utána kikapcsolom. Náluk. És inkább foglaljuk vissza, amíg ide érnek a megszállt területeket. Jó lenne amúgy, hogyha el tudnám foglalni a maradékát borásznak. Ez már jelentene valamit. Legalább nem hiába indítottam el a háborút. Jó. Forced March-ot kikapcsoljuk. És őket is ide küldöm ostromolni. Military Tradition. Heavy Infantry Offense. Hostile Attrition, most ezt választom, hogy nagyobb jön az attriciója az ellenfeleknek területemen.
Micsoda? Ez örökös? Ilipat? Nem. Ő mi is? Az a Ilipat? Jelen, hogy az Altfield Adminisztrátor, oké. Okay. Legyen nagyobb adó, persze. Ez mindig jó. Nem sokára elfogynak a Light Infantry. A vár alól. Micsoda? Governor of Punt Gains Orator, az ami jellemvonás lehet. Lebeszélem róla. Vagy nem tudom, hogy mi az orátor, lehet, hogy valami pozíció, inkább valami pozíciónak hangzik, mint valami jellemvonásnak, de mindegy, most már nem tudjuk meg. Skill, morale, education. Micsoda? Milyen white piece? Nem volt white piece! Hát ezt nem hiszem el. Édes Isten! Jaj, hogyan tudom őket disbandelni? Húzzatok innen. Nincs rátok szükségem. White Peace. Minek White Peace? Nem is ajánlottam föl nekik békét. Ezt nem hiszem el. Mindegy. Akkor megyünk innen, ha már nem történik semmi. Hát ez egy totál semmire nem volt jó ez a háború, csak arra, hogy lenullázzam magamat. Arra viszont nagyon jó volt. Ezt meg kell hagyni. Hát pedig már... Nem tudom, hogy miért, mi volt ez a White Peace. El sem tudom képzelni, mert én nem ajánlottam fel, az övékét nem fogadtam el, sőt, hát éppen abban azon voltam, hogy bevonuljak hozzájuk és elfoglaljam őket, de... Nem tudom, hogy mi volt ez. Végrehajtunk egy áldozatot. Nagyobb legyen a stabilitás. Elnézést, kicsit el kellett ugrani, most nem láttam, hogy megy a játék. De mindegy, annyis, hogy irodalmi semmi nem történt. Ide értünk, mert rövébe igazából annyi volt. Tanástalan vagyok. Micsoda? Makrobuilder, jó, tehát... Recruit course... Ja, ez ugyanúgy az Európai Univerzális 4-ben, ez a gyors hozzáférési cucc. Vallásra tudok téríteni, itt a kultúrára, de kit? Nem tudom, hogy ez itt mi történik, na mindegy. Ez van egy valag oratóri power-em, úgyhogy valamit... Ó, ezek közben megtámadták Borászt. A Doila és Axummal is háborúznak. Érdekes. Ezek még küldök egy inzultust. Sikerült? Igen, nem megutáltak. Mm-hmm.
Hát én itt csak, sőt még Jeha is belefoglalt. Itt mi van itt? És lehet, hogy majd még később hasznomra tudom fordítani. Mert ugye, most lenullázzák egymást, akkor ki tudja, hogy mikor itt van ilyen béke? Mi ez? Truce, tűzszünet? Importing, exporting. Aha, tűzszünet. Még 3 évig. A kékeket meg tudom támadni. Hát ja, akkor ez most egy ilyen uncsis, toborzos dolog lesz. Nem tudom, hogy mit tudnék csinálni. Valaki meghalt. Az sok hadsút. Főoktató. Vagy ez ilyen oratory power. Akkor nézzük nektek, mitek van. Nem. És ti? 4, 3, 0, 8. Neki Shenuid. Ja, pont itt akartam kinevezni. Jó, zsír. Született egy lányom. Igen, ugye az első gyerekem meghalt. Testvérek még élnek. Hát most a pénzre nagyobb szükségem van igazából. Hol van pattiga? Nincs is ilyen. City of Pattiga, Guinness a Mountain. Nincs is ilyen, hogy... Hogy pattiga hülyajak. Hol van. Elrakjuk a pénzt. Mondjuk jobb, hogy jobban jártam van, nem mindegy. Építünk egy marketplace-t, meg egy granary-t. És körülbelül mennyi ember lesz most így, ez teljesen visszatoborzódik? 20 ezer. Hát ez még odébb van. És én is nem kapok túl sok embert. Hát ez a fene se érti, hogy itt mi történik. Borász teljesen elfoglalta a Duila. Meghalt egy kutatóm, egy orator is. Ez így most elég gyenge. De mindegy. Oratori powerből úgyis van egy csomóm. Ezen ki tudja, lehet, hogy nincs is köze hozzá. Veletek nekem nincsen békém, ha minden igaz. De van Casus Bellim. És le vagytok gyengülve. Na, megint meghalt valaki. Csak ilyen béna embereim vannak, na mindegy. Warscore Ghost. De te korábban fog tudni békéket kötni. Sajnál lehet. Jó, válasszuk azt. Hát nem megy olyan könnyen a hódítás, mint azt gondoltam. Főleg, hogy Egyiptom is egyre jobban megy délre. Lehet, hogy be fog előzni, basszus, nem vagyok elég gyors. Azok ellen meg szívás lesz háborúzni szerintem. És ha megint meghalt valaki, és mi van? Mindegy.
találunk egy áldozatot, kell a stability. Őket lenne ugye feltoborozni, vagy fölbérenni, mert ugye Super Majority. Ha van claimem ezekre, nem? Nincs. Na most már van. Szóval, mit kezdtem mondani? Szóval ők vannak ugye közel, és akkor jó, lenne tudnának segíteni, csak ugye nincs pénzem erre. Axummal és Jehával háborúzik még mindig. Én hátba támadom őket aljas módon. Forced March. Gyerünk ide az erődhöz. Onnan majd kitámadunk. Jó, ez sietni, mert ugye innen már attrició van. És megint több száz embert veszitek. Mi a fenétől? Nem értem. Száz embereket veszítek havonta attrició miatt, és nem értem, hogy miért egyszerűen fel nem bírom fogni. Ez ilyenkor miért van? Ó! Ezt az országot kb. Megszűnik létezni, ha megnyerem ezt a háborút. Jó, akkor így viszont ennek fényében annyira már nem gáz, hogyha... Hogyha... Mindjárt kinyögöm. Tehát ennek fényében nem gáz, hogyha kevés a manpower-öm. Csak ide jött 5000 emberre. El kell foglalnom ezt a területet, de nagyon gyorsan. Ez nem állapot. 400 embert veszítek körülbelül. Minden hónapban, jó? Ez a miénk. Nem lesz ütközet, elmennek onnan. És ez is egy ostromló terület? Jaj, Istenem. Mondjuk ezt csak 800-an védik. Viszont 200 embert veszítek a seregemből havonta. Mondjuk talán annyira nem sok. Még meg lehet ez a vár, mire odaérek. Vagy mire nekem kevesebb emberem lesz, mint neki. Jó, jó, megvan. Gyerünk, támadjuk meg. Nem akar jönni. Micsoda? Legyen ez. Én belakatolódtam, ő csak most. Jó! Előbb értem oda. Mint hogy el tudott menni. Jó, le lettetek győzve, akkor... Itt az ideje tárgyalni. És adjátok ide minden pénzeteket. Jó. Gyerünk merőjébe. Nem csinál, nem power, jó. Csak összehoztunk be a minimális hódítást. Ha más nem. De egyszer annyira le vagyok nullázva emberanyag tekintetében, hogy ez ami gyalázatos. Meg kezdenék keresni valami nagyobb hatalomnak a kegyeit.
kívül van a diplomácia irén. Ez fura. Mindegy. Ekkor hát egy katonai kutató. De... az oratory power vagy advanced ez nagyon nem lesz jó így. 55%-os hatékonysággal dolgozik, vagy hát sebességgel, nem tudom, hogy keresztésen értelmezni, de ezt még is látom, hogy ez nem jó. Miniszter is meghalt. Ó, egy vallási vezető. Valamelyik családnak itt voltak jó kis. Aha. Neki, Enud Xenid. Én már researcher. Akkor ő kapja meg. Pedig itt lett volna lehetőség. De mostán mindegy. Van egy valak pénzem, valamiben be kéne fektetni. Építünk egy granerit. Marketplace-t. Training campet és granerit. És te elszórjuk a pénzünket mindenféle hülyeségre. Jaj, már megint valakit le akarnak mészárolni? Eleve ő az örökösöm, hogy mit akar? Ja nem, nem ő a primary heir, hanem Manetto. Állítólag ő akar lenni a fő örökös, majd meglátjuk. Mindenféle szarkeverés megint megy a háttérbe. Amit én természetesen nem látok. Véget ért. A plot bármi is legyen az, vagy lett volna az. Így tudom lejjebb venni az erőd, meg hadsereg, meg ilyen, olyan fenntartásokat. Értem. Fizetések. Hadsereg fenntartás. Mi lenne a szabad kereskedelmét vezetni, a szabad kereskedelmet vezetnék be. Próbáljuk ki. Nem biztos, hogy összejön. Csökkent a bevételem, de... Csökkent a bevételem, de lehet így több kereskedelmet tudok ugye kialakítani. Datoja. Nekem kell datoja. Vagy drága kő legyen. Papirusz. Hmm.
papiruszt importálni, nem tudunk importálni papiruszt. Zöldséget tudunk. Datóját. Legyen datója, nekem tök mindegy. Igazából. Csinálják Gora, igen. Ezek viszonylag fejlettebb területeknek tűnnek. Ezek szövetkeztek borásszal és jehússal. De mivel most az egyik nagy hatalom kiesett a képből, igaz, hogy megkapták azoknak a területeit, hogy annyira mégse lehet hátradőlni. Mikor lenne érdemes megtámadni őket. De igazából engem most az érdekel a legjobban, hogy mikor, hogy mitől számít, hogy hol látom egyáltalán mekkora supply limit, azt látom, hogy itt van. Attrition desert. Desert. Itt nincs. Itt nincs attrició. Itt van valamiért. Tehát én levonulok ide. Xenade reform. Mi van? Jó, tehát ez a Xenaid csávó, ez katonai reformokat szorgalmazhat, látjuk a 16-os a katonai szkélye, nem sértem, hogy nincs benne valami tanácsban. Tehát őt kicserélem simán. Jó, megcsináljuk, igaz, hogy növeli majd a reforma az unrestet kettővel, de ez egy 20 évre szóló reform lesz, ami növeli a hadseregek moráját és a manpower recovery speedet, ami nekem most nagyon nagy szükségem van rá, plusz még military powert is kapok, amivel ugye tradíciót tudok venni. A nehéz gyalogság képességeit növelem. Valaki meghalt. A másik katonai tanácsadó. De ez semmi hasznos. Na, mindegy. Ja, itt tényleg nincs attrició. Érdekes, érdekes. Most meg a plusz 300 embert kapok havonta. Ami azért mégiscsak hasznos. Út. Tehát most innen
a Travászból, Merőjéből rendelek ruhákat, ha minden igaz. Vegetables. Valami éhezés van, vagy nem tudom. Promise Loyalty. Veszek zöldséget Merőjéből. Minden igaz, Merőjében most azt fogom látni, mert csak egy surplusom van. Zöldségben. Jó van, kezdem érteni. Tényleg van pár ezred, amit fel kéne tölteni, elég lassan megy. Granary, ingyen granary, az jöhet. Bárhol is lesz, jöhet. És oda. Érdekel is engem. Na, Open Diplomacy. Mindig erre közben elkezdik klémeket fabrikálni. Tanára mondjuk. És akkor még egyet nyomunk. Ad borasra, jó. Itt megválasztunk valami. Assault ability, hogy ez a város közvetlen megrohanása. For defense, én választom a disziplint. De jobb legyen a harcértékük. Még fél éve emeltileg, és akkor az utolsó ezredek is föltelnek. Két nehéz lovas, és két nehéz gyalogos. Az unrestet csökkentjük. Ja, nincs unrest, a loyalty növekszik. Hogyha nem is növekszik, legalább stagnál. Sivatag, plains, hills. Akkor itt van egy satricio, aha. Jó, értem, akkor ezt kéne nézni egyszerűen, ezt a térképet, ha olyan helyre megyek, ahol... Jó, itt viszont nincs satricio, most meg már van. Nem írja, hogy van. Mit szeretne? Aha, egy jehák, ilyen jehás csávó. Azt akarja, hogy fizessünk, és akkor jobban leszünk egymással. 60 arany, az nem összeg. 6-6 kapja meg. Kiszedjük a Force March-ot. De nem éri attrició, vagy igen? Miért éri attrició ezt a sereget? Belül is vagyunk a supply limiten elméletileg. Nem értem. Van még tapasztalni, van még mit kitapasztalni, de legalább sem nagy vonalakban kezd összeállni a fejemben a játék, hogy mi hogy működik. Renari, jó, jó, az a helyzet, hogy Merői régió van.
vagy Nubiában, nem, Meroe. Utána mindent megépítettem, amit be lehetett építeni. Építünk újabb három épületet. Ja, itt valami attrició van. Nem értem, hogy miért. Nyolcvan embert veszítek, mármint a Manpowerben lejön 80 ember. Attrició miatt. De mitől van? Unit weight is 25. Így itt úgymond súlya van a seregeknek. És túl vagyunk, ugye a supply limit ez nem, a, nem az, ez nem, nem úgy van, mint mondjuk az M4-ben, vagy a CK-ban, hogy 1000-rel be kell szorozni a supply limitet, és akkor megkapjuk, hogy hány hadsereget tud elbírni. Hanem, hogy minden hadseregnek van egy súlya. Ezt én hol látom, hogy ennek mekkora súlya? 25. És a supply limit az csak 25, ugye? Aha, jó, oké, ez lesz, megértettem akkor. Akkor kiveszek szerintem egy nehéz lovas ezredet. És őket elküldöm, utána egyel arrébb. Ahol őt meg attríciót szenvedek, akkor visszaküldöm őket Meroe-be. Oké, rájöttem erre is. Ez a lényeg. Jobb később, mint soha. Épületek megépültek. Hey! Axumiak klémet fabrikáltak rám. Hogy ilyen hások, tök mindegy igazából. Bármelyiket támadom meg, ezek defensív alliance-ben, vagy defensív ligában vannak egymással. Ez kicsit rossz. Itt a sivatag miatt ekkora attríciót szenvedek el. Lehet, hogy fel kéne szednem egy csapat zsoldost. És azokkal harcolni majd. Mert olcsóban kijönnék, hogyha... Mint hogyha toboroznék. Ez kicsit zavar, hogy borásznak ennyi ekkora hadereje van. Szóval valahogy irreálisnak tartom. Petíció, mire? Na hát, tehát ma kegyetlen a helytartó. Fogja vissza magát. Srác, mégiscsak az én kegyemből van ott, ahol. Ne jöjjön vissza vele. Folyton a Manpower-ra. Lehet, hogy belegyalogolok szépen lassan ugyanabban a hibába.
amit az előző videóban követtem el. Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd. Ez elég jó. Elég jók az oratóri képességei. Lehet, hogy rá ki is cserélem. Ja, és most mindegyik. De nem, most meg ők. Á, Istenem. Senkinek nem tud kedvébe tenni. Nincs jobb ötletem. Nem cserélek ki senkit. Szeleukid a birodalom. Hú, ez a Firhiga Frigia az eléggé szétesett. Róma is el van. Róma. Sertor Fulvius Curvus. Jó név. Ah, Isten. Rómaiak tudnák, hogy magyarok mennyit rögnének a nevükön. Na mindegy. Invention. Fort Defense-re rátoljuk. Kicserélem a kutatókat. Ahol megéri. De ez a Henny dinasztiával nem tudom, hogy mit tudnék kezdeni. Ja, hogy most már a Xenaid is kegyvesztett lett, úgymond. Itt senkinek semmi nem jó. Hát na, még toborozzunk ide is pár embert, aztán... Aztán igen. Három, négy könnyű gyalogost. Meg egy light cavalryt, és akkor így jobb is leszünk. Akkor meg lesz az összesen 30 ezer emberünk, és akkor onnantól már tényleg a manpower-re gyúrunk. Jó. Hát jó van, emberek. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. A következő részben megpróbálok ismét neki menni ennek a tömbnek itt télen. Elég nehéz, de megpróbálok. Úgyhogy ne hagyjátok ki a következő részt sem. Meglátjuk, hogy sül ki belőle. Sziasztok!